Nos, hát szeretettel köszöntök mindenkit, és nagyon örülök, hogy minden várakozáson fölül azért összejöttünk erre a kis csendes misére. A mai elmélkedésünk témája az elmúlt ünnepekhez kapcsolódik, ugye az ember túlvilági sorsa, különösképpen a tisztító tűzben szenvedő lelke. De nem csak az elmúlt ünnepek adják az aktualitását, hanem az is, hogy manapság ebben a témában iszonyatos zűrzavar uralkodik. Hát sokszor még a gyakorló hívőkben is. Egyrészt általános jelenség, ugye, hogy a halál az tabu témává lett. Tehát mindenütt a szépség, az egészség, a fiatalság kultuszát látjuk, tehát mindaz, ami gyönge, ami törékeny, ami beteg, ami öreg, az mind kerülendő, mind ugye olyan, amit valahogy el akarunk tüntetni a szemünk elől, hogy ne zavarja meg a lelki békénket. A időseinket ugye öreg otthonba tesszük, a hallottókat is messze elkerüljük, sőt, hát még például a koporsó, főleg a nyitott koporsó látványát sem nagyon tudjuk elviselni. Ugye én még olyan helyeken teljesítettem lelkipásztori szolgálatot, ahol például természetes volt, hogy a ravatalozóban ott vannak a hozzátartozók a nyitott koporsó mellett, és csak a temetés közben csukták le. Hát manapság ez nagyon sok helyen botránynak számítaná, tehát sokkal kényelmesebb egy urna mellett, vagy esetleg ugye szétszórva a hamukat, eltüntetni a halálnak a valóságát a szemeink elől. Aztán ugye hát a túlvilági sorsot illetően is, hát mennyi, de mennyi esetben találkozunk azzal, hogy gyakorló keresztények is például visznek a lélekvándorlásban, mint egy kényelmes megoldásban, ugye, hogy nem számít, ha ezt az életet elrontottad, hát lesz majd akárhány másik, mindig helyre lehet hozni a dolgokat. A végén pedig happy end, tehát biztos, hogy következik az üdvösség, és ez is még a mai teológiában is egy általános baj és óriási probléma, hogy több teológus is az üres poklot hirdeti, tehát hogy az elkározás az csak egy elméleti lehetőség, de gyakorlatilag előbb-utóbb mindenki üdvözül, tehát ez a pokol nagy valószínűség szerint teljesen üres. És hát az üdvösség viszont automatikus és föltétlen, akár akarom, akár nem, akár teszek valamit érte, akár nem, Isten így is úgy is betuszkol engem az örök üdvösségbe. Aztán ugye hát a tisztító tűzről is nem sokat hallunk, nem sokat gyakorolja a mai átlag keresztény a halottakért végzett imádságot, búcsúkat, mindenütt látjuk, hogy a halottakért végzett szentmiségnek a száma is nagyon megcsapan. Tehát mindez azt jelzi, hogy valamiképpen ezen a téren a hitünk gyengül, és a hitünk összemosódik a divatos evilági ideológiákkal. Hát éppen ezért gondoltam, hogy most egy olyan módon beszélünk ezekről a témákról, ami nem szubjektív, nem a magánvéleményemet vagy az érzéseimet mondom el, hiszen a mi hitünknek van egy konkrét tartalma, vannak konkrét hitigasságok, a Szentlélek ugye garantálja, hogy ezek a kimondott hitigasságok, ezek a dogmák, ezek biztosan tartalmazzák az igazságot, tehát nem csak emberi találgatások, nem csak korhoz és kultúrához kötött vélemények, hanem valóban az isteni kinyilatkoztatásból eredő biztos válaszok. És hát a legbiztosabb ezeket a dogmákat a skolasztikus módszer szerint tárgyalni, ami azt jelenti, hogy van egy tétel, tehát egy mondatban megfogalmazott hitigasság, általában mellé szokták tenni, hogy ez de fide, tehát kötelezően, valóban kimondott dogma-e, vagy pedig a bizonyosságnak egy alacsonyabb szintjén van, mert ugye ennek is vannak különböző fokozatai, hogy melyik tétel mennyire van megerősítve a Szentlélek által, mennyire tartozik véglegesen és rendíthetetlenül a kinyilatkoztatáshoz, és utána ott vannak a különböző ellenérvek, azok, akik ugye ezt nem fogadják el, és utána az ellenérveknek a cáfolata, tehát ez az a hagyományos módszer. Nézzük tehát először a halállal kapcsolatos hitigasságokat. Azt mondja az első dogma,
hogy az üdvösség jelen rendjében a halál a bűn büntetése. Ugye az ember természete szerint azért halandó, amiatt, mert ugye összetett lény, testből és lélekből áll. Hát ami összetett, az előbb-utóbb darabraira szétesik, tehát az ember is eredetileg, tehát halandó lény, de azt mondja a hitünk tanítása, hogy megkapta mindjárt a kezdet-kezdetén a halhatatlanság természet feletti ajándékát. Tehát Isten a teremtéskor az embert fölemelte, mindenféle természet fölötti ajándékokkal, az épség és a tisztaságnak, a szentségnek az ajándékát megadta neki, és ennek része volt az is, hogy ne kelljen meghalnia. Tehát, hogy ebben az esetben hogy nézett volna ki az ő fizikai léte, ezt nem tudjuk. Hát valószínűleg, hogy azért nem az lett volna az eredeti elképzelés, hogy örökön örökké át a paradicsomban ugye éljen, mert mondjuk akármilyen jó is, ezt is meg lehet unni valószínűleg egy idő után. Tehát valószínűleg, hogyha azt mondaná az ember, hogy hát megkapnánk ezt az ajándékot, hogy sohasem kellene ezt a földi életet elhagyni, hogy egy idő után már nem annyira örülnénk ennek. Tehát ez idő után teher lenne, főleg a mi bűnös és sebzetvilágunkban. De minden esetre lehetséges, hogy egyszerűen úgy történt volna az embernek az átmenetele, az örök élete, hogy a szűzanyának az elszenderülése, hogy ott semmi fájdalom, semmi gyár, semmi elhullás, pusztulás nem volt, hanem egy csendes, békés, elnyugvás is, és beérés a célba, a biztos kikötőbe, az örök életbe. Na de a bűn, mint tudjuk, ezt is megzavarta, tehát a halál, a szenvedés, a halál, a pusztulás az a bűnnek a következménye és a bűnnek a büntetése. Ugye, ahogy azt mondom, a római levél mondja, hogy egy ember által jött a bűn, és a bűn által a halál, és ez a halál minden emberre átszármazott, mert mindnyájan vétkeztek. Tehát a mind jelen üdvrendünkben mindenképpen a bűnnek a következménye és büntetése ez a halál, és főleg annak ez a pusztító jellege. A megigazultak számára azonban, tehát akik az Isten kegyelmében élnek, a megszentelő kegyelem állapotában, ez a halál viszont elveszíti a büntetés jellegét, és egyszerűen csak a bűn következménye. A következő fontos dogma az, hogy minden ember, aki hordozza az eredeti bűnt, alá van vetve a halál törvényének. Tehát ez egy általános törvény, ami elől nincs kibúvó. Az Isten ugyan a Szentírás tanúságtétele szerint tett kivételeket, talán a minnyájuk által ismert kivétel az Illés próféta, aki ugye testestül az égbe ragadtatott tüzes szekérrel, és egy Hénok nevezetű ószövetségi igazat is említ a Szentírás, akit ugye Isten magához ragadott. És hát ebből ered az a fölfogás, hogy ezek ketten, Hénok és Illés visszatérnek a világ vége előtt, tanúságot tesznek a Messiásról, és végül vértanú halált halnak. A következő az, hogy azok az emberek, akik az utolsó ítélet pillanatában még élnek, azok nem halnak meg, hanem átváltoznak. Ugye Szent Pál is mondja valahol, hogy nem mindnyájan halunk meg, de az angyal szavára, ugye a trombita szóra, mindnyájan átváltozunk, és ugye akik igazak, akik ezt megérdemlik, azok Istenhez ragadtatnak a halál elkerülésével. A következő dogma, a halállal megszűnik az érdemszerzés és a megtérés ideje. Na most ez is egy nagyon-nagyon fontos igazság a mi korunkban, hogy ez a földi élet, a próba, az előkészület, az érdemszerzés ideje, itt ugye mindig történhet valami változás. Senkit nem lehet szentté avatni, amíg még itt a Földön él, mert sohasem tudjuk, hogy az utolsó pillanatában esetleg nem történik-e valami bűn, nem fog-e valamilyen kísértésnek áldozatául esni. Tehát nyilván meg kell várni, hogy a próbatétel ideje befejeződjék. De ugyanakkor senkit sem nevezünk kározat fiának, pokolra valónak ebben a földi életben,
mert mindig megvan ugye az megtérés lehetősége. Gondoljunk a Jobb Latornak az esetére, akinek az Úristen megadta ezt a kegyelmet, hogy az utolsó percben ugye megtérjen. A keresztény ókorban léteztek olyan vélemények, amelyek ezt tagadták. Egy nagyon híres teológus, Origenész, ugye alexandriai teológus, vallotta az úgynevezett apokatasztázis tanítását. Ez azt jelenti, hogy előbb-utóbb mindenki megtisztul, mindenki megtér, még a sátán is. Tehát ő bízott benne és imádkozott az ördög megtéréséért. És hogy úgy tudta elképzelni csak az Istennek az irgalmát és mindenhatóságát, hogy előbb-utóbb ez a megtérés is és üdvözülés általános lesz. Hát ugyanezt vallják azok is, akik a lélekvándorlásban hisznek, ugye, hogy a végén a végkimenetel mindig jó lesz, csak legfőjebb, hogy valakinek több életet kell végigélnie, különböző testekben, különböző formákban, valakinek kevesebbszer kell ismételni ezt a földi életet, de a végeredmény az, hogy mindenki a legmagasabb osztályzattal vizsgázik, ugye. Ezt már a 6. században, 543-ban elítélte a konstantinápolyi zsinat, és az egyház mindig is tiltakozott ez ellen, tehát hogy a halál után is megvan a megtérés lehetősége. Hát van itt néhány alátámasztó szentírási idézet is, például Máté 25.34, amikor ugye ismerjük mindnyájan, eljön az emberfi a nagy dicsőségben, szétválasztja egymástól a jókat a kecskéktől, a jókat jobbjára, a rosszakat baljára állítja, és azt mondja nekik, ugye, hogy az egyiknek, hogy jöjjetek, atyám állottai, vegyétek birtokba az országot, és a másiknak pedig azt mondja, hogy távozzatok tőlem az örök tűzre. Tehát gyakorlatilag megvan ez a negatív kimenetelnek is a lehetősége. Aztán Lukács 16.26-ban is a húsgazdag és a szegény Lázárnál is látjuk, hogy kettős ugye a ítéletnek a kimenetele, a szegény Lázár Ábrahám kebelére kerül, a húsgazdag a pokolnak a kínjai közé, és természetesen mindez a földi életben elkövetett tetteik miatt van. Tehát az örök sorsunk a földi tettektől függ. Az előző Máté példabeszéd is ugye azt mondja, hogy ugye éhes voltam, ennem adtatok, szomjas voltam, innom adtatok, mezítelen voltam, fölöltöztettetek, ezért menjetek az örök életre, és a károsultak pedig mindezt elmulasztották. Tehát igenis, a földi életben elkövetett tetteken múlik az örök sorsunk, és utána már nincs lehetőség pótvizsgára. Azután egy elég erős idézet, 2. Korintusi levél 5.10, amikor azt mondja Szent Pál, mindnyájunknak meg kell jelenniünk Krisztus ítélő széke előtt, hogy mindenki elvegye vérét aszerint, hogy jót vagy gonoszat cselekedett testében. Egyébként ez, hogy ez így van, logikus is, hiszen az örök életet is majd a föltámadás után ugye testesül, lelkesül fogjuk élvezni. Tehát nem csak a lelkünk üdvözül, a testünk is majd az utolsó ítélet után részesül az örök sorsunkban, és ezért méltó, hogy az érdemeket is, amivel az örök sorsunkat megérdemeljük, ezt is testestül, lelkestül kell megszerezni. Tehát addig, amíg mi ebben a testben vagyunk. A következő 4. dogma halállal kapcsolatban. A halál után azonnal következik a különítélet, ahol mindenkinek örök sorsa eldől. Tehát ugye különböző eretnek tanítások cáfolták ezt. Az egyik nagyon híres a millenarizmus, ami azt mondja, hogy az általános feltámadás előtt lesz egy 1000 éves birodalma Krisztusnak, amikor is
ugye az igazak itt a Földön uralkodnak vele testükben, ugye ezer évig, és utána következik csak az örök sorsuk. Ezt az egyház mindig elítélte. Azután pedig olyanok is vannak, akik azt állították, például manapság a leghíresebb képviselő ennek a nézetnek a Jehova tanúi, akik ugye azt mondják, hogy a halál után a lelkek meghalnak, megsemmisülnek a testtel együtt, és az utolsó ítéletkor Isten majd feltámasztja őket. Egy mérsékelt változat ennek a nézetnek, hogy nem megsemmisülnek a halál után, csak alszanak. Egyfajta tudatlan állapotban vannak, tudattalan állapotban, eszméletlen állapotban, és majd csak az utolsó ítéletkor fognak úgymond fölébredni. Tehát közte nem történik velük semmi. Még egy pápa is volt, aki ezen a téren tévedést tanított, nem mint az egyház legfőbb pásztora, nem ex cathedra, hanem magánvéleményként. Ez 22. János pápa volt, aki azt mondta, hogy a föltámadás előtt a lelkek nem szemlélhetik Isten színről színre, még az üdvözültek sem, hanem csupán Jézus dicsőséges emberségét szemlélhetik, és csak majd az általános föltámadás után juthatnak el Isten közvetlen színe látására. Ezt is az egyház később elítélte, és maga 22. János is halál előtt visszavonta ezt a téves nézetet. Tehát ugye a dúsgazdag és a szegény Lázár esetében is azt láttuk, hogy nem kellett nekik várniuk az utolsó ítéletig, tehát a halál pillanatában már is megtörtént az ítélet, eldőlt a sorsuk, és el is kezdődött a túlvilági üdvösség, illetve a kározat. És az egyik legfontosabb bizonyíték emellett a Lukács 23:43, amikor azt mondja Jézus a jobb latornak, a bűnbánó latornak, hogy bizony mondom neked, ma velem leszel a paradicsomban. Tehát nem holnap, nem az utolsó ítélet után, ma velem leszel a paradicsomban. Ugye bár, hozzáteszem, a Jehova tanúi ezt is próbálják kimagyarázni, hogy egy vesszőt eltolnak egy picit, és azt mondják, hogy bizony mondom neked, ma vesző, velem leszel a paradicsomban. Mikor? Nem tudhatjuk, de egyértelmű az eredeti szövegről, hogy az a vesző az egy kicsit előbb van, tehát ma velem leszel. No. De egyébként tény is való, hogy az egyház atyák nagyon sokáig bizonytalanok voltak, hogy a feltámadás előtt ez az örök büntetés vagy örök jutalom az teljes és végleges, vagy pedig csak egy bizonyos, előkészítés történik, egy részleges jutalom vagy büntetés. De most ugye ez a dogma kimondja, hogy már is halál után elkezdődik a maga teljes valóságában mind a két opció. A következő fontos téma a mennyország. Ugye nézzük a szerdik is a kedvező lehetőséget. Azt mondja az első dogma, az igazak lelkeik, akik a halál pillanatában mentesek a bűn minden szennyétől, és az érte járó összes büntetéstől eljutnak a mennybe. Tehát a mennyországba jutáshoz az kell, ugye, hogy a halál pillanatában minden bűn szennyétől mentesek legyünk. Tehát úgy a halálos, mint a bocsánatos bűn szennyétől, és a bűneinkért járó büntetést is már mind levezekeltük. Akár a földi szenvedések, próbatételek által, akár úgy, hogy búcsúban részesültünk. Ugye? Nagyon sokan ezt nem tudják, hogy az egyház utolsó szertartásai van, tehát amikor a haldoklóknak kiszolgáltatják a szentgyónást, a szentáldozást és a betegek kenetét, akkor van egy ilyen szertartás is, hogy pápai búcsú, teljes pápai állás, teljes búcsú a halál óráján. Tehát ugye a pápa fölhatalmazza az összes papokat, hogy a haldoklóknak az ő nevében teljes búcsút biztosítsanak, ami azt jelenti, hogy ha valóban az a haldokló is megfelelő állapotban van, és tényleg hát tiszta szívből bánja a bűneit, az részesül ebben a búcsúban, tehát az összes hátra levő büntetése is
eltörlődik, és így sokkal nagyobb esélye van, hogy a mennyben, a halál után már is a mennybe kerül a tisztító tüzet elkerülve. Tehát ezért is érdemes nagyon-nagyon odafigyelni, hogy a súlyos beteg és hallgató szeretteinkhez időben hívjuk a papot. No, tehát a mennyországban mi a boldogságnak az oka? Mi a boldogságnak a forrása? Isten közvetlen színe látása, tehát színről színe látás és tökéletes szeretete. Tehát ezt a kis hittanosoknak nagyon nehéz elmagyarázni, azt mondják, hogy hát, akkor ez olyan, mint egy soha véget nem érünk is se, hogy csak hallelujázunk vég nélkül, ugye, és hát egyszer csak megújjuk ezt is. Nem, hát ugye a mennyei boldogságnak pont az a lényege, hogy ott nincs megcsömörlés, nincs megújás, nem olyan, mint a földi élvezetek, hogy egy idő után már terhünkre vannak és elegünk van belőlük, hanem a mennyei boldogság az olyan, hogy egyre mélyebb és egyre nagyobb, és sohasem csökken. És ez egy olyan boldogság, amit mi nem tudunk elképzelni, mert a földi életben ehhez hasonló nincs. Tehát nincsenek egyszerűen kategóriáink, ami szerint ezt ki tudnánk fejezni. Hogy Szent Pál mondja, hogy szem nem látta, fül nem hallotta, emberi szív föl nem fogja, amit az Isten azoknak készített, akik őt szeretik. Tehát ugye nagyon szépen beszél erről a Szentírás sok helyük, már az Ószövetségben, például a Dániel könyve 12.2 azt mondja, akkor azok közül, akik a föld korában alszanak, sokan felébrednek, némelyek örök életre, mások pedig, hogy örök gyalázatot lássanak. Akkor a tanultak ragyogni fognak, mint az égboltozat fénye, és akik igazságra oktattak sokakat, tündökölnek örökön örökké, miként a csillagok. Tehát egy ilyenfajta tündöklés. Azután ugye például a bölcsesség könyvében van egy, különösen ezek a későbbi ószövetségi könyvek, amelyek meg már közelebb vannak az újszövetségi korhoz, ezek beszélnek kimerítően az örök életről. Bölcsesség könyve 3:1-9, ez az a híres rész, amit sokszor gyászmisén hallunk. Az igazak lelke Isten kezében vannak, a halál kínja nem éri őket. Úgy látszott a balgák szemében, hogy meghaltak, távozásukat balsorsnak vélték, és végső romlásnak, hogy elmentek tőlünk, ők azonban békességben vannak. Ha kint szenvedtek is az emberek szemében, reményük hallhatatlansággal teljes. Kevés fenyítés után nagy javakban van részünk, mert Isten próbára tette, és magához méltónak találta őket. Megvizsgálta őket, mint aranyat a kóban, elfogadta őket egészen elégő áldozatul, látogatásuk idején pedig az igazak felragyognak, olyanak lesznek, mint a szikra, amely a nádasban tovább terjed. Ítélkeznek nemzeteken, uralkodnak népeken, az Úr lesz a királyuk örökké. A benne bízók megértik az igazságot, és a hívek kitartanak mellette szeretetben, mert választottai kegyben és békességben részesülnek. Tehát ugye azok is, akik kint szenvedtek itt a földi életben. Azután gyönyörű szép tanúságot tesz az örök életről, az örök boldogságról a Makkabeusok második könyve. Ugye ez az a kor, amikor nagyon sokan vértanúk lesznek a hitükért, és a szenvedésben ez adja nekik az erőt és a reményt, hogy az örök életben bíznak. Itt van például 2 Makkabeus 6.26. Azt mondja, bocsánat, ugye az a hősies anya, aki végignézte a 7 gyermekének a legyilkolását, azt mondja a legfiatalabb gyermekének.
Ne félj ettől a hókértől, hanem légy méltó testvéreidhez. Osztozz a sorsukban, és szenved el a halált, hogy egykor az irgalmasság idején testvéreiddel együtt visszakapjalak téged is. Tehát hiszed benne, hogy visszakapja őt. A fiú pedig maga azt mondja, hogy testvéreim csekély szenvedés árán a szövetségi ígéreteknek lettek részeseivé az örök életben. Terát pedig Isten ítélete által felkuvaszkodottságodnak méltó büntetése vár, mondja a gyilkos királynak ez a bátor Makkabeus vértanú. Ugye, tehát ezt tudnunk kell, hogy az Ószövetségben eredetileg nem volt egy ilyen világos kép a túlvilág életről. Azt gondolták, hogy minden lélek ugye az alvilágba, a Seolba kerül, ami egy ilyen álszerű élet, nincsenek benne se különösebb szenvedések, se örömök, Isten dicsérete teljesen hiányzik ebből a túlvilági életből, és tehát egy céltalan, álszerű ugye, létezés. Viszont idővel egyre világosabban megmutatkozik az a meggyőződés, hogy hát azért különbség van az igazak és a gonoszok örök sorsa között. A földi életben nagyon sokszor nem látjuk ezt, hogy ugye mindenki megkapja a méltó büntetését. Tehát kell, hogy az örök életben a halálon túl legyen igazságszolgáltatás, hiszen Isten igazságos, irgalmas, és szereti az ő népét, tehát nem engedheti meg, hogy az igazak és a gonoszok egyforma sorsban részesüljenek, és hát itt a Makkabeusok korában jelenik meg teljes világossággal ez a bizonyosság, hogy az örök életben én visszakapom ezeket a tagjaimat, amelyektől most meghoztanak, és hogy ott kárpótol engem az Isten minden szenvedésért, amit itt el kell viselnem. Hát az Úr Jézus számtalanszor beszél az örök életről az evangéliumban, mennyegzőnek mondja, tehát valamiképpen ez az a legboldogabb, legvidámabb, leggondtalanabb kép, ami a korabeli ember tudatában él, ugye, hogy ez egy soha véget nem érő mennyegző, ahol Isten a vendéglátó. Hát most is olvastuk a Szentmisében a 8 boldogság Lukács szerinti változatát, ugye mindazoknak, akik lelki szegények, akik sírnak, akik szenvednek, akik békességszerzők, akik az igazságért küzdenek, megígéri, hogy meglátják az Istent, az örök életet. És ugye az apostoli levelekben is halljuk azt, hogy ugye 1. János levél 3:2, olyanok leszünk, mint ő az örök életben, mert látni fogjuk őt úgy, amint van. Hát ugye milyen ez az Isten látás? Természetesen nem a fizikai szemünkkel látjuk, nem olyan, mint a földi látás, ez egyfajta lelki szemlélés, amire az ember a földi életben képtelen, hanem a skolasztikus tanítás szerint az Isten az üdvözülteket külön ajándékban részesíti, az úgynevezett Lumen Gloriében, tehát a dicsőség fényében, ami képessé teszi őket Isten dicsőségének a közvetlen szemlélésére. És ez lesz ugye az üdvözültek tápláléka és a boldogságunk forrása. Következő dogma a mennyországról, az Isten közvetlen látásából eredő mennyei boldogság mellett, tehát még járulékos boldogság is van a mennyországban, és ez a járulékos boldogság miből ered? A teremtett dolgok természetes látásából és szeretetéből. Tehát ugye a legfőbb boldogság az Istennel való kapcsolatból ered. De még további járulékos boldogság jön attól, hogy látjuk a szűzanyát, a szenteket, az angyalokat, hogy találkozunk a már ott lévő rokonokkal, barátokkal, szeretteinkkel, tehát ez is mondjuk egy nyilván boldog találkozás és hazatalálás. Azután különösen növelni fogja a boldogságunkat az utolsó ítélet után, amikor visszanyerjük a testünket, megdicsőült, tökéletes állapotban. És hát azt is tartja a teológia, hogy amennyire ez a teremtménynek lehetséges, részesülünk valamilyen szinten Isten tudásával, látásával, tehát a
képességeink és, ha úgy tetszik, intellektuális képességeink azok sokszorosan felülmúlják a jelenlegi. És még van egy jávorítós dicsőség, amit három kategória kap meg, tehát ezek az úgynevezett koronák vagy aureolák, a vértanúk, a szüzek és a tanítók. Ugye ezeknek külön dicsőség és különleges rang jár mennyországban. Tehát tudjuk, hogy a vértanúság a legegyenesebb, a legbiztosabb út a mennybe, hiszen aki ugye az életét adja Krisztusért, az olyan szeretetet tanúsított, aminél nagyon nincsen, és emiatt ugye automatikusan megszabadul minden bűntől és minden büntetéstől, és a mennyei dicsőségnek a legmagasabb fokát éri el. Ezért van az, hogy a szentek közül legelőször a vértagukat tisztelte az egyház. És ebből aztán következik a harmadik dogma is, hogy a mennyei boldogság örökké tart, de az üdvözültek boldogsága nem egyforma, hanem arányos az érdemeinkhez. Ugye nézzük először azt, hogy örökké tart a boldogság. Tehát megszakítás nélkül és csökkenés nélkül. Ugye az Úr Jézus az evangéliumon úgy beszél, hogy ez romolhatatlan kincs a mennyben. Az első korintusi levél azt mondja, hogy hervadhatatlan korona. De hát hogy is lehet ez a boldogság teljes, hogyha időben korlátott lenne? Hát nyilván, hogyha nekem félnem kell, és állandóan lesnem kell az órát, hogy még hány percig lehetek boldog, mikor szűnik meg, akkor ez nem teljes boldogság. Hát ugye a boldogság csak úgy az igazi, hogyha örökké tart, és nincs semmilyen veszély, hogy ugye elveszítem. Mitől elveszíthetném el? Csak úgy, hogyha vétkeznék. De a mennyben már nem lehet vétkezni, tehát így a boldogság sem szűnhet meg. Azonban az üdvözültek boldogsága ugye nem egyforma. Ezt legutóbb, amikor a nyolcadikosokkal tanultuk ezt a tételt hittanórán, akkor nagyon méltatlankodtak, hogy micsoda dolog ez, hogy a mennyországban is különbségek vannak. Mondom, hát csak nem gondoljátok, hogy a szűzanya ugyanolyan boldog, mint például a jobblator, aki ugye csak az utolsó percben tért meg és bekerült a mennyországba. Az Úr Jézus világosan mondta, hogy ugye Máté 16:22, hogy az Isten megfizet kinek-kinek a tettei szerint. Tehát amilyenek a tettei, amekkorák az érdemei, amekkora a szeretete, akkor lesz az örök boldogsága is. Vagy a 2. Korintus 9:6, aki szűken vett, szűken is arat, aki bőven vett, bőven is arat. Aztán az egyház atyák ezt is ide vették, amikor a János 14-ben azt mondja, hogy atyám házában sok lakás van. Tehát ezt a sok lakást ezt úgy vették, hogy a mennyei dicsőség különböző fokozatai. Hát persze emiatt ugye nincs a mennyországban semmiféle irénység és semmiféle versengés a szentek között, hogy neked miért van nagyobb ugye dicsőséged, mint nekem, pedig én jobban megérdemlem, hát ez ugye távol áll a mennyország lakóitól, hiszen mindenki teljesen boldog. Ezt én úgy szoktam szemléltetni, hogyha van egy kis pálinkás poharunk és megtöltöm színültig, akkor egy csöppel sem tudok többet önteni, tele van, de hát egy kis mennyiség van benne. Illetve mellette van egy óriási hordó, azt is megtöltöm, színültig tele van, nem férve több, de hát abban viszont 100 liter van. Tehát külsőleg nézve, objektíve nagyon nagy a különbség, de szubjektíve mind a kettő tele van, és egyébe sem férve több. Tehát ugye pontosan ezért kell a Földön nem csak arra törekedni ilyen minimalista szellemben, hogy hát valahogy a mellékhajtón, hogy becsúszok a mennybe, talán sikerülni fog, ugye, hanem tényleg az érdemeket kell növelni, a szeretetet kell növelni, és ezáltal egyre kitágítom a szívemet, nagyobb lesz a boldogság befogadásának a kapacitása, és így nagyobb dicsőségre tudok emelkedni a mennyben. Tehát nem csak az a cél, hogy bejussak éppen csak hogy, hanem arra biztat az Úr Jézus, hogy tehát egyre nagyobb dicsőségre törekedjünk a mennyben. A boldogságnak még nagyobb fokára, ami persze a szeretettől és a jó cselekedetektől függ, hogy mennyire tudtam a kegyelemmel együttműködni. Következő tételünk a pokol.
Az első dogma, a lelkek, akik a súlyos bűn állapotában halnak meg, a pokolba jutnak. Ugye többen állították az ókorban is, ma is állítják egyes szekták, hogy a rosszak ugye a halál után megsemmisülnek. Tehát nem tudják azt elfogadni, összeegyeztetni Isten irgalmával, hogy ezek a lelkek örökké ugye a pokolban szenvednek. Hát ugye a Szentírás nem ezt tanítja, hanem ugye világosan tanítja a pokol létét és az örök voltát. Az előbb ugye idézett Dániel vers, hogy némelyek föltámadnak, hogy örök gyalázatot lássanak. Vagy például Judit könyvében is, a 16-17-ben van egy ilyen, hogy jaj a nemzeteknek, melyek népem ellen támadnak. A mindenható Isten bosszút áll rajtuk, az ítélet napján meglátogatja őket, tüzet és vérget a testükbe, hogy égjenek és kínlódjanak örökké. Vagy a bölcsesség könyve, 4.19. Ők pedig becstelen hullává lesznek, gyalázatban lesz részük a holtakhoz örökre, mert ő letaszítja az ilyen gőgösöket, hogy meg sem hukkannak és ledönti őket alapjukról. Végső pusztulásra jutnak és nyögnek, emlékük pedig elenyészik, tehát örökre gyalázatban lesz részük. Az Úr Jézus, amikor a pokolról beszél, többször úgy nevezi, hogy Gehenna, vagy Gehenna, hogy ez a G-hinnom, a Hinnom völgye Jeruzsálem mellett, ahol a szemetet égették, tehát ez az első hasonlat a pokol kapcsán. Ugye az előbb idézett jelenet, amikor az Emberfia szétválasztja a jókat a vakoktól, és azt mondja ugye a balján állóknak, hogy távozzatok tőlem, átkozottak az örök tűzre. Aztán nagyon sok példabeszéd végén azt mondja, hogy kivetik őket a külső sötétségre, ahol sírás lesz és fogcsikorgatás, ahol vérgük nem fárad el, és tűzük nem alszik ki. Tehát ugye az mondjuk méltatlan lenne az Úr Jézushoz, hogyha csak ilyen rémisztő meséket mondott volna, hogy ugye jól megijedjünk és nem védkezzünk, de valójában, ez nem árulja el, de valójában nem kell ettől félni, mert nincs ilyen beszéd. Ugye manapság nagyon sok teológus ezt véli és ezt tanítja, hogy mivel az egyház senkiről sem mondta ki dogmatikus erővel, hogy elkározott, ezért nem élhetjük azt, hogy ugye a pokol üres. Hát az Úr Jézus túl gyakran és túl komolyan beszélt róla, hogy megalapozottan lehessen ebben reménykedni. Annál is inkább, mert ez aztán nagyon elbizakodottá és könnyelművé tenni minket, hogyha senki nem kározott el, bár csak nem leszek én az első és az egyetlen, aki oda jutott, ugye. A Jelenések könyve is meglehetősen komolyan beszél erről a lehetőségről. 21.8. azt mondja, de a gyáváknak, a hitetleneknek, az elárkozottaknak, gyilkosoknak, parázsáknak, varázslóknak, bálványimádóknak és minden hazugnak osztályrésze a tűzzel és kénkővel égő tóban lesz. Ez a második halál. Illetve a 20.10-ben azt mondja, az ördögöt, aki elcsábította őket, a tüzes, kénköves tóba vetik, ahol a fenevad és az álprófétát gyötrik éjjel-nappal örökön örökké. Egyébként a kározatban kétfajta büntetés van. A pena damni, ami azt jelenti, hogy a veszteség büntetése, tehát ugye elszakadnak örökre az Istentől, aki minden jónak és minden boldogságnak a forrása. És ott már világosan látják azt, hogy Istenen kívül nincs remény, nincs célja az életnek, semmi béke, nyugalom, semmi boldogság nem létezik Istenen kívül. Tehát ez valóban egy reménytelen létezés. És a pena sensus az érzéki fájdalom, tehát ezt ugye a Biblia leginkább a tűz képével fejezi ki. Hát természetesen ez mondjuk nem, vagy elsősorban nem fizikai tűz, tehát ugye nyilvánvaló, hogy egy fizikai tűz hogyan tudná ugye bántani a szellemi természetű lelket. Ez egy olyan tűz, ami viszont a lelkek fölött is uralkodik, ami ugye nem ad fényt, nem ad meleget, mint a földi tűz, aminek ugye vannak áldása is, hanem csak a szenvedést fokozza folyamatosan. Ugye ez a két büntetés, az Isten elvesztése és az érzéki fájdalom, ez
párhuzamban van a bűn definíciójában. Mi a bűn? Elfordulás Istentől és a teremtményekhez való rendetlen ragaszkodás. Hogyha ugye a teremtményekhez rendetlenül ragaszkodunk, ez megbosszulja magát, ez mindig előbb-utóbb fájdalmat és szenvedést fog hozni. Második dogma a pokolról, a pokol büntetése örök. Kimondta 1215-ben a IV. Laterán Zsina. Tehát a pokolba azok kerülnek, akik itt a Földön is folyamatosan és az utolsó percben is elutasították a bűnbánatot, az Isten kegyelmét. Tehát megállapodtak a rosszban, és emiatt Isten már nem ad nekik kegyelmet a megtérésre. Valaki egyszer mondta, mint egy tan példaként, hogyha volna egy ingyenes járat a pokolból a mennyországba, ahol bárki felszállhatna, akkor sem ürülne ki a pokol, mert ezek a lelkek azt mondanák, hogy ja, hogy ott nekem Istennel kell találkoznom, azt nem, akkor inkább itt maradok a kározatban. Tehát pont ez a lényeg, hogy annyira az Istennek olyan szintű elutasítása, hogy semmiféle közösséget nem akar velük, és így Isten tiszteletben tartja az ő szabad döntésüket, azt mondja, jó, ha én nem kellek, akkor nem zavarnak titeket a jelenlétemmel, akkor távol lesznek tőlem, ugye. Tehát ebből is látszik az, hogy a pokol az nem az Istennek a találmánya, nem az Istennek az akarata. Ne kenjük ezt az irgalmas Istennek a számlájára. A poklot azok akarják, akik elkároztak. Ők önként választották ezt, és az Isten pusztán tiszteletben tartja az akaratukat. Egyesek ezt a pokolbeli tüzet is úgy ábrázolják, hogy ez az Isten visszautasított szeretete. Tehát Isten feléjük is sugározza a szeretetét, de ők visszautasítják, és ettől viszont ez egy ilyen elviselhetetlen fájdalommá változik, és gyötrő dologgá változik számukra. És a harmadik dogma, a kározottak büntetése arányos a bűneikkel. Ugye nem dogmatikai forrás, de azért ismerik mindnyájan a Dante poklát, ahol különböző bugyrok vannak, a büntetéseknek különböző fajai, súlyai, és nyilván azért itt is az Isten igazságossága megköveteli, hogy mindenki olyan mértékben bűnhődjék, amilyen mértékben ezt megérdemelte. Egyébként két szentírási idézet is van, ami ezt megerősíti, ezt a büntetés különbségét. Azt mondja az Úr Jézus a Máté 11.22-ben, hogy jaj nektek Korozain és jaj nektek Betszaina, mert a Szodomában és Gomorában történtek volna ilyen csodák, mint bennetek, már rég bűnbánatot tartottak volna, de ezért a ti ítéletetek keményebb lesz Szodománál és Gomoránál. Illetve amikor egy másik esetben azt mondja, hogy az írás tudók szigorú ítélet alá esnek a többi bűnösnél, azt mindjárt megkeresem, Lukács 20.47, azt mondja, igen, óvakodjatok az írás tudóktól, akik szeretnek pompás öltözékben járni, kedvelik azt, ha köszöntik őket a tereken, stb. Felvédik az özvegyek házát, miközben szinte színleg nagyokat imádkoznak, ezekre súlyosabb ítélet vár. Nézzük a következő lehetőséget, a tisztító tüzet. Első dogma, az igazak lelkei, akiket a halál pillanatában bocsánatos bűn, vagy hátralevő büntetés terhel, a tisztító tűzbe kerülnek. Tehát ugye, vagy bocsánatos bűn, amit nem bántak meg, és nem szabadultak meg tőle, vagy ugye ideiglenes büntetés. Ugye sokszor ez ismétlen, mert nem tudatosul az emberekben, hogy a bűneinknek vannak következményeik. Tehát a komolyabb bűnöket nem lehet egyszerűen úgy elintézni, hogy meggyógyultam és kész. Tehát több következménye nem lesz. A gyónás az eldörli a bűnt, eltörli az örök büntetést, tehát a pokol büntetését, de marad még a lelkünkön sem ugye, amit a bűn okozott. Maradnak a bűnnek következményei, marad még olyan büntetést, amit le kell róni, amit vissza kell fizetni, mert Isten igazságos.
Ugye, na most ezt kell vagy itt a Földön a szenvedések, megpróbáltatások által levezekelni, vagy a tisztító tűzben. És ezeknek az eltörlése a búcsú. Tehát ugye ugyanúgy, ahogy a testi, fizikai betegségben is, komolyabb betegségből nem lehet egyik napról a másikra ugye tökéletesen meggyógyulni. A gyógyulás az egy hosszabb folyamat. Ugye. Tehát a tisztítótej az ideiglenes, büntető, megtisztulás helye és állapota. A hagyományos teológia szerint ezek helyek is, nem csak állapotok. Ugye. Egyébként a klasszikus rész, ami szentírási rész, ami alá támasztja a tisztító tüzet, ez a 2 Makabeus 12. Ugye arról van itt szó, hogy a egyik csata után észreveszik, hogy a csatában elhunyt zsidóknak a nyakában ott vannak a különböző pogány isten szobrocskák, amulettek, és ebből tudják, hogy hát ezért haltak meg a csatában, mert nem az Istenben bíztak, hanem a pogány istenségekben. Majd Makabeus Júdás gyűjtést rendezett, és 12 000 ezüst drachmát küldött Jeruzsálembe, hogy áldozatot mutassanak be a megholtak bűneiért, mert helyesen és jámborul gondolkodott a feltámadásról. Ha nem remélte volna ugyanis, hogy az elesettek fel fognak támadni, felesleges és hiába való dolog lett volna imádkozni a halottakért. Tekintetbe vette ezen kívül azt is, hogy azokra, akik istenfélelemben hunytak el, igen nagy utalom vár. Ez szent és üdvös gondolat, ezért végzett engesztelést a halottakért, hogy bűneiktől megszabaduljanak. Tehát Júdás Makabeus vallja, hogy az elhunytakért lehet engesztelni, lehet áldozatot bemutatni, hogy bűneiktől megszabaduljanak. Ez a gyászmise egyik klasszikus olvasmánya. És ugye, mivel hogy a protestánsok nem fogadják el a Makabeusok második könyvét, ugye, kánonikus kinyilatkoztatott könyvnek, ezért a tisztító helyet sem fogadják el. Ugye ez az utáni megigazulás történetből egyenesen következik, ugye, mert ott az emberi tettek nem számítanak, tehát csak a hit számít, ha én hiszek, akkor ugye akármit teszek, a hit egyedül üdvözít engem. Ha nem hiszek, akkor bármi jót teszek, bárhogy igyekszem, elkárhozom. Ugye ez különösen a kálvini predestinációban van ilyen. Sőt, hát Luther ilyen is mondott, hogy védkezz nagyot, de hit védkezz erősen, de hit még erősebben. Sőt, hogy néha egyenesen ajánlatos egy jó szaftos bűnt elkövetni, ugye, hogy a sátának a pofájába toljuk azt, hogy lám én ezt is meg velem csinálni, és ennek ellenére nem kételkedem az üdvösségemben, mert az én hitem ilyen erős. Tehát ugye ez egy eléggé fura álláspont, ugye, tehát a katolikus tanítás szerint az üdvösséghez kellenek a cselekedetek is. A hitből fakadó cselekedetek, és ezek alapján ítél meg az Isten, és hát éppen ezért ugye helye van a megtérésnek, az engesztelésnek és a holtakért való imádságnak is. Na most még egy közvetett bizonyíték az evangéliumból, Máté 12:32. Azt mondja az Úr Jézus, hogy minden bűn, amit az emberek elkövetnek, az bocsánatot nyerhet, csak aki a Szentlélek ellen vétkezik, ez a bűn nem nyer bocsánatot, sem ebben a világban, sem az elkövetőben. Tehát a Szentlélek elleni bűn, az se itt, se ott nem nyer bocsánatot. Ezek szerint vannak olyan bűnök, amelyek oda át nyerhetnek bocsánatot, ugye? Tehát ez logikai gondolkodással következik ebből. Azután ugye például, amikor azt mondja az egyik példabeszéd végén, Máté 5:26, nem szabadulsz ki, amíg az utolsó fillért is meg nem fizetett. Tehát ugye megint csak a halál után kell ugye megfizetni ezekért a tettekért. És van még egy kicsit egy homályos hely, de ezt is az egyházatják mindig a tisztító tűz melletti bizonyítéként idézik. Ez az 1 Korintus 3:12. Ami azt mondja, hogy ha pedig valaki az alapra aranyat, ezüstöt, drágakövet, fát, szénát, szalmát épít, mindegyiknek a munkája nyilvánvaló lesz.
Ugyanis az Úr napja megmutatja, mivel a tűzben fog megnyilvánulni, s a tűz majd kipróbálja, hogy kinek-kinek milyen a munkája. Az, akinek megmarad a munkája, amelyet ráépített, jutalmat nyer. Az, akinek munkája elég, kárt val. Ő maga ugyan megmenekül, de csak mint egy tűz által. Tehát ez a megmenekülés a tűz által, ez lenne a tisztító tűz. Tehát ugye a tisztító tűz, az a Aquinói Szent Tamás szerint a tisztító tűzben a legkisebb szenvedés, a legkisebb szenvedés is nagyobb a Földön lehetséges legnagyobb szenvedéstől. Tehát nem érdemes arra számítani, hogy hát majd csak a tisztító tűzbe valahogy ugye megtisztulok és üdvözülök, mert óriási ott is a szenvedés. Mégis van egy lényeges különbség a pokolhoz képest. A pokolban ugyanis hiányzik a remény. Tehát ott nincs kilátás, javulása, szabadulása a tisztító tűzbe levők. Tudják bizonyosan, hogy ők előbb-utóbb üdvözülnek, a pokolnál nem fenyegeti őket, és ezért, mivel hogy vágynak a mielőbbi üdvösségre, Isten színelátására, ez olyan szenvedést okoz bennük, olyan fájdalmat, olyan kínzó vágyakozást, ami ugye megtisztítja őket, engesztelés jelent az ő bűneikért. Egyébként az ortodoxiában is vannak bizonyos kérdések, vagy különböző vélemények a tisztító tűzről. Ugye az tény is való, hogy velünk együtt ők is már az első századoktól, keleten is, az első századoktól kezdve imádkoztak a halottakért. Ma is imádkoznak értük, a protestánsok nem. Ugye az egyértelmű, hogy azt mondják, hogy az már nem használ az elhújtaknak, mert vagy a pokolban vannak, vagy a mennyben. De a ortodoxia velünk együtt imádkozik a halottakért, és mégis valahogy a tisztító tűz fogalmát nem nagyon akarják elfogadni. Egyesek úgy nyilatkoznak, hogy hát a pokolnak van olyan változata is, ami ideiglenes, amiből ki lehet szabadulni, ahol az élő imái segíthetnek ugye a ott lévő lelkeken. Hát, de azt nem nevezünk pokolnak, mert a pokol ugye onnan nincs szabadulás. Erre nekünk, katolikusoknak van egy másik terminusunk, ez a tisztító tűz, ugye, tehát pontosan ez a lényeg, hogy nem végleges állapot, hanem az üdvösség előkészítője. Azonban a utolsó ítélet után megszűnik a tisztító tűz, ugye, aki akkor él, az amennyiben van még vezekelni valója egy pillanat alatt, levezekli, megtisztul és a mennybe kerül, aki pedig ugye súlyos bűnnel terhel, az már is elkárhozik, tehát ott már nem lesz lehetőség a tisztulásra. Következő a halottak feltámadása, ugye. Tehát nagyon sokan vannak, akik gyakorló hívek is, akik hisznek a lélek halhatatlanságában, és hát azt mondják, hogy jó, nekem elég, hogy a lelkem üdvözüljön, minek nekem ez a test, vigyen magammal a túlvilágra ezt a sok reumát, meg nyavaját, meg betegséget, meg kopasságot, meg sárna, bénaságot, elég nekem a lélek üdvössége. Hát nem, ugye az ember az nem csak lélek, akkor angyalok lennénk, nem emberek, az embernek szerves alkat része a teste is, és az Isten a testnek is örök jövő szám. Az utolsó napon minden halott feltámad a testével együtt, ez is egy dogma. Már az Ószövetségben sokszor jelezte ezt ugye a Isten igéje, például Ezekielnek van az a nagyon híres látomás a csontmezőről, amikor ugye az Úr lelkét hívja, és profétál, és az Úr lelke ugye fölkelti a száraz csontokat, és egyesülnek, utána ugye izmok is, inak veszik őket körül is, és életre kelnek, mint egy hatalmas nagy sereg, azt mondja akkor lám, ezek a száraz csontok, ez Izrael háza, és én majd ugye kihozlak titeket sírjaitokból, én népem, és újra élni fogtok. Aztán ugye a nagy héten szoktuk idézni Ozeás prófétának azt a híres részét, amikor megfenyegeti a halált, hogy halál, hol a te hullákod, halál, hol a te győzelmed, íme, eljelte az élet a halált, ugye. Tehát már akkoriban ezt megjövendőli.
Dániel is ugye azt mondja az előbb idézett részben, akik a sírokban nyugszanak, azok ugye föltámadnak a poraikból, némelyek ott örök életre jussanak, mások ott örök gyalázatot lássanak. Aztán ugye az Úr Jézus többször beszél erről, amikor vita támad a föltámadásról, ugye a szadduceusok nem hisznek a föltámadásban. Ki akarják figurázni a föltámadást, és azt mondják, hogy hát egy asszonynak ugye 7 férje volt, meghalt az első férje, utána ugye gyermek nélkül, utána elvette a sógora, és így mind a 7 testvér ugye elvette ugyanazt az asszonyt a zsidó törvény szerint. Túlvilágon a föltámadáskor kié lesz az asszony? És akkor azt mondja az Úr Jézus, hogy a föltámadáskor nem nősülnek, nem házasodnak, úgy lesznek majd, mint az angyalok a mennyben. Tehát igenis van föltámadás. Azután ugye a híres jánosi rész, amit a Lázár föltámasztásakor mond, hogy én vagyok a föltámadás és az élet, aki bennem hisz, még ha meghalt is, élni fog. Aztán ugye temetéskor szoktuk sokszor olvasni ezt a részt, amikor azt mondja, hogy az Úr Jézus János 5.29. Eljön az óra, amikor mindnyájan, akik a sírokban vannak, meghallják az emberfia szavát, és előjönnek, akik jót tettek az élet föltámadására, akik gonoszat tettek az ítélet feltámadására. Azután ugye nagyon híres idézet az 1. Korintus 15.20.23. Krisztus feltámad halottaiból, mint az elszenderültek zsengéje. Tehát ő az első a föltámadottak közül. Mert amint egy ember által lett a halál, úgy egy ember által lett a halottak feltámadása is. Amint ugyanis Ádámban mindnyájan meghalnak, Krisztusban mindnyájan életre fognak kelni. Mindenki a maga rendje szerint, elsőként Krisztus, azután azok is, akik Krisztuséi, az ő eljövetelekor. Következő dogma, a halottak ugyanabban a testben támadnak föl, mert mint amit itt a Földön birtokoltak. Ugyanaz a test, és mégis másmilyen. Ugye már a Makkabeusok második könyvében az egyik megkínzott vértanú, amikor ugye kitépik a nyelvét is, levágják a karját, azt mondja, hogy én bízom abban, hogy visszakapom ezeket a föltámadástól az utolsó napon. Tehát ezeket a tagokat visszakapom. Na most, mitől azonos ez a test? Hát nem attól azonos, hogy ugyanazok az atomok és molekulák lesznek benne, mint amik most itt vannak, ugye? Tehát mindnyájunk összes sejt anyaga, meg összes materiális összetevője, az ugye pár évenként kicserélődik. Tehát most már semmi nincs abból az anyagból bennem, ami 10 évvel ezelőtt bennem volt, és mégis ugyanaz a test, ugyanaz az ember vagyok. Hát ugye a lélek az, ami az azonosságot biztosítja. A részecskéket, az anyagi összetevőket, azokat Isten össze tudja gyűjteni, akár honnan. Ugye egyébként itt a hamvasztással kapcsolatban ugye az egyház azért ellenezte a hamvasztást nagyon sokáig, mert eredetileg ugye egyes irányzatok, főleg szabadbőművesek ezzel akarták demonstrálni, hogy nem hiszünk a holtak föltámadásában. Elpusztítjuk ezt a testet, és lám, melyik az az Isten, aki ezt újra föl tudja ugye támasztani, össze tudja szerkeszteni. Hát ugye manapság már én legalábbis azt tapasztalom, hogy legtöbben, akik elhamvasztják halottaikat, ezt nem emiatt csinálják, nem tagadják a föltámadást, hanem legfőjebb anyagi okokból, mert így ugye anyagilag könnyebben meg tudják oldani a temetést. De szóval az, hogy Istennek nem akadálya az, hogy valaki ugye a tenger mélyén bomlik föl, valakinek szétszórják a hangvait, valakit a vadállatok tépnek szét, stb. Isten össze tudja állítani a mi testünket, ugye. A Newtonnak, a nagy fizikusnak volt erre egy példája, összekeverte ugye a vasreszeléket a Földdel, és utána egy mágnest ugye tartott föléje, és a vasreszeléket kijöttek. Tehát az Isten is így a teremtett világból ki tudja hozni a testünknek a összetevőit.
természetesen ez a test másmilyen lesz, tökéletes, hibátlan állapotában, minden szerve ott lesz, meg lesz a nemek különbsége, de természetesen ezek a szervek nem úgy működnek, mint a Földön, tehát nem lesz vegetatív működés, anyagcsere, az megszűnik, ugye, túlvilágon nem kell enni, inni, de mégiscsak egy fizikai test lesz. Ugye, amilyen a Földtárban Krisztus teste, ott vannak rajtak a sebek, tehát én vagyok az, aki a kereszten tűnte, ugyanez a testem, tapintsátok meg, nem vagyok szellem, nem vagyok kísérte, de ugyanakkor ez a test fényben tündököl, álszellemült, megdicsőült, ugye nem kötik a tér és az idő korlátai, egyszerre megjelenik, eltűnik, többeknek egyszerre megjelenik, zárvajton keresztül, ugye, áthatol. Tehát ez egy olyan minőség az anyagnak, olyan állapot, amit mi a Földön nem ismerünk és el se tudunk képzelni. Tehát azt mondja a következő dogma, az igazak lelke átformálódik és átalakul a Földtámadt Krisztus mintájára. Egyébként az első korintusi levél az képletesen le is írja ezt az állapotot. Azt mondja, 15. első korintusi 15:42. Így van a halottak föltámadása is, romlandóságban vetik el, romolhatatlanságban támad fel, szégyenben vetik el, dicsőségben támad fel, gyöngeségben vetik el, erőben támad fel, érzéki testet vetnek el, és lelki test támad fel. Ugye szóval a temető is olyan, mint egy nagy föld, ahova elvetik, mint egy búzamagot az elhunytak testét, hogy majd dicsőségesen új életre támadjon. Egyébként a teológia megfogalmazza ennek a testnek a tulajdonságait. Képtelen szenvedni vagy meghalni, mivel a test tökéletesen alá lesz vetve a léleknek. És mint ilyen, ugye, már nem alárendeltje a fizikai törvényeknek. Erről is van egy szentírási idézet, azt mondja, ugye, Isten letöröl a szemükről minden könnyet, mondja a jelenések könyve. Nem lesz többé sem halál, sem gyár, sem jajgatás, és a fájdalom sem lesz többé, mert az elsők elmúltak. Azután ez a test átszellemült lesz, mozgékony lesz, vagyis ugye semmiféle fizikai korlátban nem ütközik a működése, a mozgása. Továbbá jellemzi a klarit, ugye ez a impassibilitás, subtilitás, agilitás és claritás latinul. Ugye az utolsó a claritás, a fényesség, szépség, ragyogás. Nos, és a elkározottak teste viszont, akik szintén föltámadnak, halhatatlanságban és romolhatatlanságban, de azok nem alakulnak át, hanem a testük tükrözni fogja a lelküknek a szörnyű állapotát, és még inkább ugye hozzájárul a szenvedésükhöz ez a test, ami nem tud már fölbomlani, nem tud meghalni, hanem örökké ki lesz téve a szenvedésnek. És ugye a föltámadása után következik az utolsó ítélet. Ugye itt már nem egyénileg ítéli Krisztus a kinek a cselekedeteit, nem ekkor kell eldönteni az örök sorsot, az már eldőlt, hanem az egyes embereket úgy ítéli meg, mint az emberiség tagjait. És még egy záró kis fejezet, viszonyunk a tisztító tűzben szenvedő lelkekkel. Azt mondja a dogma, az élő hívek segíthetnek a tisztító tűzben szenvedő lelkeken, közbenjárásukkal. Ugye a tisztító tűzben szenvedő lelkek már saját magukon nem tudnak segíteni. Ők már nem ezen a világon vannak, ezen a világon lehet megtérni, lehet érdemet szerezni, lehet kegyelmet szerezni, és lehet ugye ilyen módon engesztelni. A túlvilágon ez nem lehetséges, hanem ránk szólulnak. Ezért mondtam vasárnap is a prédikációban, hogy a tisztító tűzben szenvedő lelkek a legszegényebbek, legrászorultabbak, legkiszolgáltatottabbak.
Senki másunk nincs, aki segítsen, csak mi vagyunk a Földön élő keresztények. És ezért mondja az Aquinói Szent Tamás, hogy nagyobb érdem a halottakért imádkozni, mint az élőkért. Mert az élők tudnak magukon segíteni, az elhunytak nem. És hát ugye, hogyan tudunk segíteni? Imádsággal, szentmisével, alamisnával és búcsúnyeléssel. Talán ez a szokás is, hogy ugye különösen a keleti egyházban mai napig dílik, hogy néhol ételt visznek ki a temetőbe. Egyesek azt mondják, hogy hát ez biztos a pogányság maradványa, hogy ugye valamiképpen az elhújtaknak viszik ugye az ételeket, hogy az éhségüket csillapítsák. Valószínű, hogy ez egy, annak az ókeresztény szokásnak a maradványa, hogy alamistát vittek a szegényeknek, hogy szétosszák ugye az élelmet, és a szegények ezáltal ugye imádkozzanak az elhunytakért. Tehát a jó cselekedettel is próbálták segíteni az elhunyt lelkeket, ugye. És hát a szentmisét azt tudjuk, hogy a római rítus ismeri a temetési szentmisét, ez a temetésnek a legfontosabb része, ugye. Eredetileg ugye három állomásos a latin rítusú temetés, van a elhunyt házánál egy rész, utána ugye körmenet a temetőben, vagyis a templomban, a templomban gyászmise, és utána körmenet a temetőben, és ott ugye az elhantolás. Hát ma ez praktikus okokból nagyon nehezen megvalósítható, de ismerik például a temetés utáni 3., 7. és 30. napján bemutatott szentmisét, illetve az évfordulós miséket. Nálunk délvidéken otthon a 6-7-es mise volt a legfontosabb gyászmise, minden, aki is mozog, az mind ott kellett, hogy legyen a 6-7-es misét. Valószínűleg ez a ugye, keleti kereszténység hatása, hogy ott a 40 nap számít, ugye? Tehát a 40 halál utáni 40. napon a 6 héttel később bemutatott szentmise. Tehát ugye nyilvánvaló ez azt jelenti, hogy Krisztus szenvedését, Krisztus kereszthalálát bemutatjuk azért a lélekért, tehát hogy a Krisztus vére közvetlenül ugye mossa le annak a léleknek a hátra levő büntetését és a bűneit. A búcsúnyelésről hát elég sokat prédikáltam most a napokban, ugye még mindig tartam minden szentek 8-ad, amikor teljes búcsút nyelhetünk, máskor is nyelhetünk részleges búcsúkat, tehát ez tényleg egy szeretett csomag, amit küldhetünk a túlvilágra, és pótolhatjuk azokat a hiányokat, amiket itt a földi életben elkövettünk, amit elulasztottunk az elmúlt szeretteinkkel kapcsolatban. Ugye olyan dogma is van, hogy a szentek is segíthetik közbenjárásukkal az elhunytak lelkeit. Ezért van az, hogy például az ókeresztények nagyon szívesen temetkeznek a vértanú sírok közelében, hogy mintegy fizikailag is jobban érezzék a szentek közbenjárását. Azután van egy ilyen dogma is, hogy illetve ez még nem dogma, de valószínű tanítás, hogy a tisztító tűzben szenvedő lelkek közbenjárásukkal segíthetnek a híveknek, az élő híveknek. Tehát ugye nem segíthetnek saját magukon, de mivel az egyház tagjai, Krisztus testének tagjai, ezért közben járhatnak értünk. És meg is van engedve, hogy egy keresztény ember kérje a tisztító tűzben szenvedő lelkek közben járását. Ugye? Tehát ez is egy gyámol gyakorlat. És hát micsoda öröm az, amikor a mi búcsúink, imádságaink, szentmiseink hatására megszabadulnak a tisztulás állapotából a mennybe kerülnek, és ott a mennybe aztán a szentek között imádkoznak értünk. Hát biztos, hogy külön figyelemmel és szeretettel fordulnak felénk is, hogy ez hihetetlen, csodálatos találkozás lesz a mennyben, amikor majd azokkal találkozunk, akik nekünk köszönhetik a mennyei boldogságukat, a mi imádjuknak, közbenjárásunknak. Tehát ez lehet egy gyönyörű szép apostolkodás, hogy minél több lelket ugye a tisztító tűzből kiszabadítani, és hát ugye minél több barátot szerezni a mennyben. Szóval ugye ez a közbenjárás, ez azért is nagyon fontos, mert manapság, és itt tényleg már lassan befejezem, a
egész halotti liturgia, temetés, az gyakorlatilag lecsökkent az úgynevezett búcsúztatásra. Én mindig olyan kellemetlenül éreztem magam, amikor azt tapasztaltam, hogy nem egészen gyakorló hívő családok meghívnak a temetésre, és akkor ugye csalódottak, hogy itt imádság hangzik el, ének hangzik el, egy kis igehirdetés, tehát ők nem ezt várták, nem értik a imádságnak, a közbenjárásnak az értelmét, hanem ők azt várják, hogy a pap búcsúztasson magyarul, hogy ugye emlegesse föl az elhunytnak az erényeit, érdemeit, csodálatos életét, dicsérje őt, és ugye, mint egykor a kántorok csinálták, vagy ma is kisebb helyeken, hogy személy szerint ugye búcsúztassa el az elhunytat a családtagoktól. Hát egyrészt ugye egy pap, aki nem ismerte az elhunytat, ezt hogyan tudja hitelesen megtenni? Sokkal jobb, hogyha ezt mondjuk a temetés előtt, vagy után, vagy a halotti tor közben, vagy valahol liturgikus kereten kívül a családtagok maguk csinálják meg. Van ennek jogosultsága persze, hogy hát fölidézzük az elmúlt életútját, és emlékezzünk rá, de nem pótolja a liturgiát. A liturgiának ugye az a feladata, hogy közben járjon. Ugye hát ezek a búcsúztatók, ezek annyira népszerűk voltak, hogy nagyon sokszor a kántoroknak egy jelentős jövedelem kiegészítése volt ez, hogy ahány rokon, annyi strófa, a búcsúztatóban is, hát a tarifát annyira lehetett emelni, ugye? De megérti az ember, hogy ennek sok oldalról van haszna, de éppen, hogy az elhunytnak ez a legkevésbé használ, ugye? Vagy amikor jöttek, hogy hát minden fél órában harangozzanak az elhunytért. Nem érdekel, amennyibe kerül, harangozzanak az összes harangban. No, de hát hívták az elhunythoz a papot, hogy föladja az utolsó szentségeket. Azt nem, de a harang az legyen. Hát ez szinte már ugye gúnyként hat az elhunytak felé, hogy megtagadtam tőle a legfontosabb segítséget, tehát lelkileg meggyilkoltam, hogy úgy mondjam, brutálisan kifejezve, és utána az ő dicsőségére harangoztatok. Hát valójában nem az ő javára, hanem az élők ugye flancolni akarnak, hogy az egész falu mindenki hallja, hogy ők mennyire siratják, mennyire szeretnék, nem sajnálják a pénzt, a pompa, ugye a világi híjúság az tomboljon, és mindenki lássa, hogy hát ez nem akármilyen családot így búcsúztatja az elhunytjait. Hát ne ebben mutatkozzon meg a szeretet és a kegyelem, hanem tényleg abban, hogy egyrészt, hogy az egyház is ugye a beteget, a haldoklót mindvégig kíséri. Tehát ott van az imájával, a szentségeivel, gyönyörű, az énekre egyházban aztán benne is van, ugye a lélek ajánlás, a halottnak, a halott mellett végzett imád, költözérti keresztény lélek, a proficisztere imádság, gyönyörű szép, tehát úgy van ez elképzelve, hogy a haldoklót azt nem betesszük valami öreg otthonba vagy kórházba, hogy hát majd ott a nővérek valahogy ugye beadják neki a fájdalomcsillapítót és megvárják, hogy kimúljon. Én ugye voltam egészségügyi középiskolás, és sokat jártunk kórházba gyakorlatra, és nem egy embert láttam így meghalni. Tehát nyomorultan és elhagyatottan, mint a kutya. Borzasztó. Mennyivel emberségesebb, amikor ott van az egyház mellette. A rokonság, a papság, nem félnek attól, hogy ő most távozik a föld életből, tartják a kezét, imádkoznak mellette, és a szentségeket megerősítik, a teljes búcsúban részesítik, és utána elkísérik a síri, sőt a síron túl is imádkoznak érte. Vagy ugye vannak ezek a híres halott virrasztások. Az egyik szolgálati helyemen volt is ilyen, hogy a temetés előtti estén összejöttek a családi háznál, és imádkozták a rózsabűzét az elhunytért. Ugye ez eredetileg ugye zsolozsma volt a matutinon, meg a halotti zsolozsma órái. Tehát, hogy egész más úgy búcsúzni valakitől, hogy az imáival elkísérem is, és tudatosul bennem, hogy nem szakadt el tőlem, egybe tartozunk, egy családhoz tartozunk Krisztus által, és találkozni fogunk, és nem úgy, hogy hát ugye 20 perc alatt gyorsan a papot mondjon egy rövid búcsúztatót, és aztán menjünk a dolgunkra, ne is gondoljunk többet a halálra, és ezeket a kellemetlen témákat záruljuk. Hanem tényleg a gyász munkát is, ezt az egész a halálnak a földolgozását, a szeretteink elvesztését sokkal jobban tudjuk
földolgozni, hogyha az egyházzal élünk, és tényleg végig csináljuk ezeket a dolgokat, és mondom az elmúltakról, és sokszor megemlékezünk, közösségben élünk velük, hogy aztán egykor boldogan találkozhassunk is ott, ahol mindnyáján szeretnék eljutni. Hát, nagyon köszönöm szépen, figyelmüket!